Páder János aláírta a túlóra törvényt, a köztársasági elnök három szempontból vizsgálta meg a rabszolgatörvénynek is hívott jogszabályt, de a köztársasági elnöki hivatal közleménye szerint nem talált benne semmi kifogásolni valót. A kettő közül melyik a nagyobb probléma ön szerint? Hát azt kell mondanom, a nagyobb probléma a 400 óra. Mert 400 óra. A 400 óra szakszervezet nélkül is elrendelhető. Uh-huh. A 36 hónap csak kollektív szerződéssel hozható létre, a mai 12 hónap így emelte föl. Tehát jogosítvány oldalról megközelítve a 36 hónap meggátolható, ha van szakszervezet, ha meg nincs, akkor nem megköthető. Uh-huh. A 400 óra az gyakorlatilag munkáltatói utasítással kiterjeszthető. Ez egy nagyon-nagyon rossz ízű szerződés tervezet. És ugye mi már tudjuk, hogy, és ezt is súlyosnak tartom, és ettől fél mindenki, hogy az ilyenfajta módosításokat azokon a kis településeken fogják végrehajtani, ahol van egy 4,5-5 ezeres fős kisváros vagy nagyközség, ahol igazából az a 3-400 fős munkáltató, a város egyetlen munkáltatója, nem lesz lehetősége ellenállni. Ha van szakszervezet, ha nincs, nem tud ellenállni, mert nem tud hova menni. Mondhatod azt, amit az előbb, hiszen ez része ennek a történetnek. Két héttel ezelőtt mondtam, ott folytatom, lehet, hogy unalmas lesz a nézőknek. Sose voltál még unalmas. Ebbe a történetben van hunyó, azt úgy hívják, hogy szakszervezetek. Tehát itt a pártok és a politikusok elvégezték a munkájukat. Ezek a szakszervezeti vezetők az elmúlt években, nem utolsó sorban, ebben a stúdióban is, az elégséges szolgáltatások körüli érvrendszerrel mindig meg tudták magyarázni, hogy miért nincsen sztrájk. Annak idén ugye a Gaskó, amikor leállítja a fél országot ugye karácsony előtt egy nappal, ugye folyamatosan zajlanak a bértárgyalások, és vele párhuzamosan szervezi a sztrájkot, mert bármikor előfordult, hogy meg kell nyomni a gombot, mert a bértárgyalás az lefutott. Ezek a szereplők, ezek a szakszervezeti vezetők úgy csinálják az elmúlt 8-et és az elmúlt 2 hetet, hogy láthatólag nem szervezték a sztrájkot, nem voltak felkészülve, hogy olyan helyzet állhat elő. Vagy szervezték, de nem elég hatékonyan. Én nem tudom, mert a sztrájkbizottság tegnap állt fel, amely sztrájkbizottság nem azt mondja, hogy fel is állt, hanem az egy kommunikációs. Mondták, hogy meg kell várni azt, hogy mit tesz a köztársasági elnök. Nem, először hát azt mondták, egyrésztről minek kell megvárni. Tehát egy aláírt törvény ellen miért hatékonyabb tüntetni, mint egy aláírásra váró ellen? Ezt mert azt mondták, hogy mivel nem írja alá. Ja. Egy kiszivárgott tervezetre nem lehetne menni. A tervezet tartalma, mondok. Ezt mondták a szakszervezetek, most lehet rá puhogni. Nem, bocsánat, nem rá puhogunk. Majd a Liga és a Munkás Tanácsok első megy az érdekegyeztető a sztrájkbizottságra, ezt hívják NER-kompatibilitásnak. Ennek ugye ez az a két szakszervezet, ami közleményt adott ki elnézést kérve, hogy megvezette őket a kormány. Majd most nem mennek el a sztrájkbizottságra. És a szakszervezeti vezetők mit csinálnak? Azt mondják, hogy kezdeményezünk egy konzultációt a szakszervezeték ágazatok és mindenre, és hogyha 50% plusz egy, akik szeretnének sztrájkot, akkor elindítja a sztrájkbizottságot. Na ez a helyzet, hogy ezek a szakszervezeti vezetők képtelenek mutatkoznak arra, hogy kilépjenek a NER logikájából. És egy gondolat még. Hát elvárhatjuk a pártottól és a politikusoktól, hogy ők ne viselkedjenek NER kompatibilisten, de ha csak ők nem viselkednek, de mindenki rajtuk kívül marad abban a szisztémában, akkor teljesen mindegy, hogy mit csinál Szilben. Azt látom, és szeretném nagyjából helyre tenni magamat, mert szerintem itt valami ellenség, tehát azt fogják mondani, hogy a Fidesz ül itt az én személyemben. Nem. Szerintem az, ami azon a délutánon történt, vagy délután a parlamentben, amikor az a szokatlan obstrukciónak mondják, ha ez obstrukció, annak az igazi jelentősége az én szememben nem a parlamenti esemény volt, hanem az, amit az kiváltott azokból, akik elégedetlenek. Ugye én beszéltem Lázár Jánossal a rádiomisoromban, elnézést, hogy a sokat hivatkozom a rádiomisoromra, csak ez dokumentál van, és ugye ő azt mondta, hogy nem látott a tüntetése munkás külsejű embereket. Ezt ugyan el lehet mondani, hogy nem látott munkás külsejű embereket, de lehetett látni hihetetlen számban fiatalokat. Azt lehetett tapasztalni, hogy itt van egy irritált tömeg, mert ezrek azok azért már tömegnek számítanak, akik lehet, hogy nem voltak szakszervezet által szervezettek, nem voltak munkások, nem voltak értelmiségiek, hanem kifejezetten diákok voltak, vagy középiskolások, de az, hogy ott megjelentek ezek az emberek, annak a jelentősége szerintem a legnagyobb. Tehát ez igazán, hogy itt van egy olyan elégedetlen tömeg, amely képes hallatni a hangját, és amelyik egyébként éppen a tömeg jellegéből adódóan akkor is hiteles, ha egyébként azt a fránya szánkót azt kirúgták, vagy eldobták, és a fát meggyújtották, vagy megpróbálták gyújtani, vagy letörtek valamit a Kossuth szoborból, könyörgöm,
ahol vannak 5000, ott biztos, hogy van 6 farok. Jó, én még szeretném hozzátenni ennek az ellenkezőjét, hogy szerintem meg pont nem ez a fontos, hogy most 5000 voltak, vagy 6000 voltak, mármint, hogy nem a tömegre gyakorolt hatását tartom én ennek jelentősnek, hanem én meg azt látom valami nagyon izgalmasnak és nagyon biztató jelnek, hogy végre az ellenzék hátsó lábára állt. Nekem ez egy unikális élmény volt először, totál jelentéktelennek tartom azt, hogy egyébként mellékesen mik történtek, amik neked nem tetszenek és nekem se, de ez most mindegy, hanem hogy végre azt lehetett látni, hogy valaki megmutatja a Fidesznek, hogy van, akinek ez rohadtul nem tetszik, hogy ne így kormányoz. Még ha a következő 35 évben Fidesz kormány lesz, mert a nép ezt szeretni, mert a nép szereti a jobboldali kormányzást ebben az országban. Ezzel egyetértek, de hogyha nem lenne ott 5 vagy 6 ezer ember, akkor ezek nem, szerintem, oké, persze igazad van, mert a kormány egyébként, ha nem lenne ott 5-6 ezer ember, akkor fütyülne erre az egészet, de szerintem akkor se fütyülne, mert nagyon szükség van arra, hogy a saját bőrén, a saját fülén, a membrányán tapasztalja meg Orbán Viktortól Kövér Lászlóig azt, hogy valakik nemet mondanak nekik. Úgyhogy ez illendő módon, vagy nem illendő módon történik meg, ez tök mindegy. És természetesen minél inkább kimennének az utcára emberek, annál inkább lenne jó ezzel kapcsolatban, hogy lehetne jobboldali kormányzás akkor, hogyha normálisan kormányoznának. Tehát, hogy azt a hitet, azt a bazalt szilárd hitet, hogy minden úgy van, ahogy a NER elképzelte, ahogy kiszámította, ahogy megtervezte, hogy ezt kéne megtörni, hogy ez nem teljesen így van. Nem mindig lesz teljesen így. Van, akinek ez rohadtul nem tetszik. Szerintem ez ennyi volt, nem több. Jó, én értelek téged. 180 fokban gondolok más, de olyan zavartan hallgatsz. Én egy másik aspektusról gondolkodtam. Szerintem a szakszervezeti vezetők egy forintot nem érnek, és bűnösök. Azért bűnösök, mert a szakszervezet tagjainak fogalma nincs arról, de még csak megközelítőleg se, hogy ez a törvény mit tartalmaz. Ha majd a saját bőrükön érzik. Egy másodpercre, Feri, az a kérésem, hogy hadd menjen ez végig, ez nagyon fontos, és a következő legyen az eleje, legyen a dózsa és az átvezet, mert van ebben még 6 perc. Elnézést, ez egy szolgálati közlemény volt, és azért szakítottam meg, mert szeretnének hosszabban hallgatni, tehát kizvételesen nem a saját hangomat akartam hallatni. Szóval, ameddig azok a dolgozók, akik alkalmazottként bárhol dolgoznak, akár kis településen, akár a fővárosban, akár bárhol máshol, nem érzik a bőrükön egyrészt a kiszolgáltatottságot, másrészt... De ezt most mi, hogy nem érzik? Tehát ez hát hogy fordul? Hogy nem érzik? Úgy nem érzik, hogy vidéken milyen propagandát lehet hallgatni, a közszolgálatinak csupolt televíziót, meg a Kossuth rádiótól. Más se hallok, mint különböző Fidesz vezetők, meg ez a Hídvégi Balázs nevű szócső, arról beszél, hogy hát itt a munkavállalókat védik a munkaadóval szembe. Hát ez a, hogy mondjam, az Andersen meséi közül az egyik. Hát szó sincs erről ebbe a törvénybe, hogy a munkavállalókat védenénk, és akkor azt mondja a miniszterelnök, hogy hát ez azért jó ez a törvény, mert aki többet akar dolgozni ebbe az országban, az többet ezt dolgozhat. Mondja. Hát ez egy nagy duma. Ennek semmi alapja, eddig is lehetett többet dolgozni. De azt kérdezem tőled, dolgozni. Péter, és ez egy fontos kérdés, hogy valójában az összes zavargással együtt, és aztán te is meg vagy szólítva, vagy ti, hogy ez vajon meddig tud haladni ez a lázadás. Ugye ez a munkaerő hiánynak lenne a megoldása. A kérdés az, hogy ez a praktikus gondolat és az az elégedetlenség, amit kiváltott, ezek ha összeütköznek tartósan, akkor melyik fog érvényesülni? Te hát mit gondolsz? Az attól függ, hogy az inger küszöb mikor éri el a gyújtó hatást. Ez az, amiről te beszéltél a napjában. Igen, de ez olyan, hogy mindig eléri, egy kicsit pukkan, ezt így meg lehetett figyelni az elmúlt 8 évben, aztán lehiggad, és akkor megy tovább az élet. Kivéve, ha majd nagyobb tömegeket fog személy szerint érinteni a munkahely elvesztésének problematikája, mert... Ami eljutható, de azt mondod, eljuthat, Péter? Hogy ne juthatna el. Édes egykomám, akkor most dolgozunk, mert ugye beszél itt a Fidesz propaganda sok mindenről, csak erről a 36 hónap elszámolásról nem beszél, ami viszont benne van a törvénybe, gondoljunk bele egy picikét. Én most túlórázok, és majd 3 éven belül elszámolnak velem, vagy kirúgnak közben. Jó, de ez csak egy részére. Ez csak egy, tudnék még mondani, de nem menjünk bele részletekbe. Tehát nekem az a fő bajom, hogy, és ezért mondom azt, hogy a szakszervezeti vezetők egy lukas garast nem érnek, hogy nem magyarázzak el a tagságuknak, hogy gyerekek, itt veszély is egy lehet. Másodperc.
Miért nem mennek ki az emberek olyan számban? Nem azt mondtam, hogy a Péter ezt szeretné, de azt mondja, hogy akkor majd más lesz a helyzet. Miért nem mennek? Eleve nem tudjuk, hogy ez a törvény, pont a törvénymódosításnak a rendelkezése, azok mekkora tömeget érintenek. Ugye itt sokszor hozták azt, hogy az autógyárakban dolgozol, nem? De ugye most végignézzük az autógyárakat, hogy az Audinál van egy baromi erős szakszervezet, ott nyilván fogja az Audi ilyet csinálni. A Mercinél most emeltek 35%-ot, ha jól emlékszem. Jó, a Dávid Ferenc vidékről beszél, kis falvakról. Igen, azért mondom, hogy azokat a gyárakat, azokat szerintem kizárhatjuk, ami a BMW még ugye föl se épült, tehát ezeket a gyárakat kizárhatjuk. Akikről szól lehet, azok a beszállító cégei ezeknek a gyáraknak, amelyek, ahogy Dávid Ferenc mondta, egy kis körzetben, egy körzetben az egyetlen jelentős munkaadó, és ott annak neki tényleg van potenciálja. De ezek az emberek, akik ott ugye nem szólalhatnak meg, ők amúgy egyébként sem hallja a hangjukat a társadalom. Tehát ők ilyen szempontból már, hogy mondjam, nem akkor, tehát ugye most sem számítanak a hatalomnak, tehát hogy velük ezt meg lehet csinálni. Nem hiszem, hogy ezt tömegesen fogják egyébként azok a cégek bevezetni, amelyeknek a területén. Simán megteheti a munkavállaló, hogy odébb megy, de nagyon sok helyen nem tudja, és azt nem tudjuk, hogy ez hány embert érint, és azért nem tudjuk meghatározni azt, vagy legalábbis én nem tudom meghatározni, hogy ez a rabszolgatörvényhez képest nagy tömeg vagy kis tömeg, ami ott van, mert nem tudjuk, hogy pontosan hány embert érint. Akkor egy másodperc, az érintettek és azok, akik nem érintettek, de apropó volt számukra ahhoz, hogy kimenjenek az utcára, ha ezek így találkoznak, tehát amiről ti beszéltek, kérdezem az elemzőt vagy nem elemzőt. Mit lát a térképen? Adnám ennyekem amellett, hogy ezt a munkás külsejű embereket nem láttunk típusú jobboldali fordulatokat csínyával emeljük be a beszélmódunkba. Egyrészt szeretném tudni, mi az, hogy munkás külsejű ember. Tehát, hogy írja már le a 88-ot, mert ott kezdődött. Nem, kevés volt a vici sapka. A munkavállalók volt egyébként, mávosok, egy csomó volt. Történetesen szerintem ez egy viszonylag nevetséges érvelés, hogy munkás külsejű emberek nem voltak ott. Na jó? Annak az embernek a megszólalása, amiről a Péter beszél. Amíg nincsenek nagyon sokan, addig megengedi magának az ember ezt a viccet. Ha egyébként 50 ezeren vannak ott, függetlenül attól, hogy munkás külsejűek vagy sem, ott már az ember valószínűleg kevésbé viccel. De ezek ütköznek-e vagy sem? Orbán Viktor, aki ott ül a terepasztalnál, mit lát? Végig tud menni a vonat, vagy meg kell állnia? Azt mondom, kettő dolog, ami miatt ő nyugodt lehet, hogy nem kell neki nagyon különösen aggódni. Az egyik az, hogy itt ha nem lesz országos sztrájk. Csak az országos sztrájk tudja ezt a dolgot visszavonni, ezt a rabszolgatörvényt, legalábbis újra tárgyalni a kérdéskört. Ha az nem lesz, akkor ez a dolog működni fog. Majd meglátjuk, hogy ez a pártpreferenciákban az érintettek valóban elindulnak-e, miközben a nap. Lesz vagy nem lesz? A mai tudásunk szerint én erre nem fogadnék a saját pénzemén. De más én sem. Mert alkalmatlan, nem akarok. Alkalmatlanok rá a szakszervezetek azért? Én azt hiszem, hogy ez a konzultációs szakasz nekem azt mutatja, hogy itt valamilyen legitimációt is keresnek arra vonatkozók, hogy miért nem lesz sztrájk. És mi a másik? A másik az, hogy ha az országgyűlésben a februárban, amikor kezdődik az tavaszi ülésszak, az országgyűlési képviselők ugyanúgy fognak viselkedni, mint ahogy az december 12-dik előtt történt. Hogy mi annak az alternatívája, azt azért nem tudom megmondani, és ők se tudják, és ezért nem baj, hogy ezt ma nem tudják, hogy hogyan lehet egy alternatív módon viselkedni, mert lenni nagyon magas... Lenni szövetségi kapitány ennek a helyzetnek? Nem, ezt most nem vállal, még a pályaedzőséget sem. Nagyon megemelték azt a szintet, amihez képes nekik most. Ami elé nem tudnak visszamenni, és szerintem ilyenkor hagyjunk is egy kis időt arra vonatkozóan. Tehát aki ma megmondja, hogy ki kell jönni a parlamentből, meg nem kell kijönni, az nem tudja, hogy a politika milyen bonyolult tud lenni. Akkor ezt vegyük nagyon komolyan, menjünk szünetre, aztán visszajövünk.